27%-ra nő az új építésű lakások értékesítését terhelő, jelenleg kedvezményes 5%-os áfa a jövő év elején. Az új lakásokért folyó véghajrában meg is jelentek az akciók. A magasabb áfakörbe átcsúszó ingatlanfejlesztés esetén a beruházók egy része engedményt kínál azoknak, akik még az idén hajlandóak nagyobb vételárrészt befizetni. Jelentős változások közelegnek az ingatlan piacon, így az év végén új lakásvásárlási lázjelei mutatkoznak, aztán pedig sokan a piac összeomlásától tartanak. Mindez az általános forgalmi adó január 1-i általános szintre való visszaemelkedésének lehet a következménye. A kedvezményes szint egyébként 4 évig volt érvényben. A megtérülésre figyelő beruházók várhatóan szűkítik a kínálatot, melynek jelei már most látszanak, illetve lehetőségeikhez képest próbálják majd a vásárlókra hárítani a változásból fakadó többletterheket. Fontos tudni, hogy azoknál a projekteknél, amelyekre 2018. november 1-ig már megkapták a jogerős építési engedélyt az építtetők, még 2023 végéig kedvezményes áfával számolhatnak. Az ő vevőiket mindez a változás a jelenlegi szabályok szerint nem érinti, hívja fel a figyelmet az OTP ingatlan pont. A magasabb áfa kulcs alá eső projektek fejlesztőinek nagy része a véghajrában akciókkal próbálja elérni, hogy a vásárlók még idén kifizessék a vételár meghatározó részét, akár 95%-át is, mivel ebben az előteljesítéses konstrukcióban például a vevőnek csupán 5% áfát kell fizetnie, a fejlesztő pedig az így értékesített lakásokkal csökkentheti a 27%-os körbe átcsúszó állományát. Mint a piac és profit cikke kiemeli, mindenki jól jár, hiszen a vásárló akciósan szerezhet lakást, a fejlesztőnek pedig nem kell szembesülnie a magasabb áfa álnövelő hatása miatt valószínűleg szűkülő kereslettel. A szakértők azonban óvatosságra intenek. Jellemző ugyanis, hogy a vevők a kedvezményt gyorsan kiszámolják, de azzal gyakran nincsenek tisztában, hogy a vételár mekkora részére vonatkozik a januártól érvényes áfa változás, és ez csak egy veszély a sok közül. Köszöntöm a stúdióban Bákány Zsoltné ingatlan közvetítő szakértőt, az Otthoncentrum irodavezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, mire lehet számítani? Azért ez egy óriási ugrás, 5%-ról 27%, bár tudtuk korábban is, hogy ez várható. Igen, erre az ugrásra azért volt egy felkészülési idő. Tavaly óta tudjuk, 2018 novemberében volt az a határidő, ameddig az építési engedélyeket lehetett adni az ingatlanokra, hogy az 5%-os áfa kulcsban tudják őket értékesíteni. Na most ugye volt egy év erre, hogy felkészüljünk, mindenki nagyon jól tudta, hogy ez év végén ez az 5% bizony 27% lesz, és lehetett rá felkészülni, nyilván az ingatlan piacot valamilyen szinten formálni fogja ez a változás is, mert hogy minden változás formálja, de azt, hogy mi fog következni, azt ugye előre megjósolni, az veszélyes. Én úgy gondolom, és úgy gondolják a szakemberek is, hogy most még aki egy kicsit belehúz itt a decemberi hónapban, jó áron tud új építésű ingatlanhoz jutni, a jövőt meg nem tudjuk biztosan. Mi az, ami a következő év elejétől, tehát ez egy több mint 20%-os áremelés, ugye azt jósolhatjuk, hogy lassulni fog ez a piac. Most így az évvégi hajrában mi az, amit még ki tudnak védeni? Hát a kivitelezők, illetve a vállalkozók az évvége felé elkezdték közelíteni az ingatlan irodákat is, hogy sikítsünk az értékesítésben. Ugye nagyon sok ingatlant a családtámogatási rendszer megújulása miatt el tudtak ők is önállóan adni, de ugye van, mikor telítődik úgymond az új lakások piaca, és nehezebb vevőt találni egy-egy ingatlanra. Ezért próbáltak ki különböző reklámokkal, marketingfogásokkal minél hamarabb értékesíteni az ingatlanjaikból, hiszen félő az, hogy a január 1 után megemelt árakat a fiatalok már nem tudják felvállalni. Mik a legnagyobb nehézségek vagy akadályok, amikkel szembe kell nézniük a fiataloknak, amikor lakást akarnak vásárolni? Első körben minden fiatalnak azt szoktam javasolni, hogy menjen el egy
olyan egy intézetbe, ahol megvizsgálják a hitelképességét. Erre az ingatlan irodáknak külön szakembere van, de minden pénzintézetben hitelvizsgálatot azt le tudnak folytatni. Az első mozdulata minden hitelközvetítőnek a KHR listának a lekérdezése. Itt, hogyha problémás esettel állunk szemben, esetleg bállistán van, passzív vagy aktív bállistán, már tudjuk, hogy nem fog hitelt kapni az, aki szeretne, illetve a jövedelemigazolásoknál szokott kiderülni, hogy az a 8 óra az valójában 6 óra, illetve hogy a jövedelem kevesebb, mint amennyire ő gondol bejelentve, hiába kap készhez kvázi annyit, amennyit gondol, de ugye az állam felé kevesebb van bevallva. Ez a hitelét befolyásolja, hiszen a hitelt nem lehet termelni 100%-ban a fizetésünket. Erre tehát nagyon oda kell figyelni, hogyha valaki még most decemberben szeretne beleugrani egy lakásvásárlásba. Erre is, illetve arra, hogy kitől vásárol. Tehát azokat az ingatlanokat, amik még csak tervező asztalon léteznek, sehogy sem haladnak vele, tehát igazából csak egy telek van és egy jóváhagyott építési engedély. Nagyobb kockázattal tudják megvásárolni az emberek, hiszen ugye nincs biztosíték arra, hogy fel is épül. Itt egy nagyon jó projektszerződést kell kötni, nagyon jó jogi háttérrel kell ezt elvállalni, vigyázni kell arra, hogy az a pénz, amit belefektet a vásárló, az esetlegesen ne szabad felhasználással kerüljön a kivitelezőhöz, hanem egy óvadék számlára, letéti számlára kerüljön, célzottan. És aki így van, és a készültségnek az arányában folyósítsa, vagy az ügyvéd, vagy a pénzintézet ezt az összeget, és akkor nagyobb valószínűséggel lesz sikeres a projekt. Ha most nagyobb összeget befizet valaki egy most épülő lakásra, akkor ez azt jelenti, hogy a most befizetett összeg után csak az 5% áfát kell fizetni, és ami a jövő évre áthúzódik, csak az lesz 27%-os? Igen, ez teljes mértékben így van, tehát nyilván ezért jelentek meg ugye mindenféle hirdetési felületeken is, és közösségi oldalakon is ösztönző reklámok, hogy tényleg meg kell mozdulni, mert igazából mindenkinek ki kell tudnia számolni, hogy 27-ből 5 az bizony 22, és ami most 40 millió, az úristen mennyibe fog kerülni. Tehát nem biztos, hogy lesz tehetsége azt január 1-től megvenni, amit most megvehetne 10 millióval olcsóban. Tehát nagyon oda kell rá figyelni, hogy ha lépni akar, akkor valójában lépni kell. Tehát most december 6-a van, még 2 aktív hetünk van az évből, még meg lehet valósítani a céljainkat. Mi az, amit érzékelnek az ingatlan közvetítő irodákban? Az új építésű ingatlanok irányából azt nyilván, hogy a kivitelezők megjelentek nálunk, hogy értékesítésre az ingatlanokat beadják. Ez nem volt annyira jellemző a kivitelezői részről. Az új építésű lakáspiac Nyíregyházán megoldotta a saját problémáját, tehát az eladó tábláikkal, reklámaikkal el tudták adni az ingatlanokat. Nyilván azok az ingatlanok most, amik úgymond bent ragadtak, ezekhez kell nekik segítség, hogy tudjunk értékesíteni, hiszen nálunk azért a hitelközvetítők elég ügyesek és gyorsak is, és az, hogy összefogás van, tehát van egy hitelközvetítőnk, van egy jó ügyvédünk, van egy jó lakásunk, és esetleg a vevőnk is nagyobb rész készpénzes, ez előre tudja az ő vállalkozásukat is lendíteni, és ezzel tisztában vannak. Úgyhogy ők jelentek meg, ennyi változás történt, hogy talán többen előkerültek most, mint ezelőtt egy évvel. Magyarul, hogyha most december 6-án valaki úgy gondolja, hogy mégiscsak vesz egy új lakást, akkor december 20-áig, vagy 23-áig, még így karácsony előtt megvan erre az esélye, hogy ezt le tudja zongorázni? Azt gondolom, hogy a hitel kiközvetítésére már nem biztos, mert azért ez ettől egy hosszabb idő, de ha valahogy ezt készpénzből finanszírozni tudja, hát akkor természetesen meg tudja oldani. Én úgy gondolom, egy kicsit hamarabb kellett volna elkezdeni gondolkozni, de azt is nagyon jól tudom, hogy a remény az ugye utoljára szokott meghalni, tehát igazából pontos, ez egy karácsonyi meglepetésnek minden körülne, hogy ez a 5%-hez marad, tehát hisznek a Jézuskában, vagy nem tudom, tehát hogy ha valamiről tudunk, hogy változni fog, én úgy gondolom, hogy azt meg kell előzni. Ez a változás ugye az új építésű lakásokra vonatkozik. Milyen hatással lesz a használt ingatlan lakáspiacra? Nagyon örülök, hogy így tette föl a kérdést. A mai nap is érkezett olyan telefon, hogy
A használt lakásokra is 5%-ról 27 lesz az áfa. Húha, nem is értettem úgy nagyjából a kérdést, de természetesen megnyugtattam az ügyfelet, hogy a használt lakás piacot ne keverjük az 5 és 27%-kal semmiféleképpen sem. A használt lakás piacnak azért lehet változás e tekintetben, mert hogyha az újaknak az ára még magasabb árban fog megjelenni a piacon, akkor nyilván a használt lakások lesznek megvásárolva. Tehát nagyobb lesz a kereslet a használt. Én úgy gondolom, várható, hogy ezeknek is megemelkedik egy kicsit az ára? Tehát, hogy közelít az új lakások irányába? Hát azért gondolom, hogy azt nem. Tehát az nyilván nem 20%-kal. Igen, tehát már most ugye volt egy nagy változás ez évben, a nyáron elkezdődött egy árcsökkenés a lakáspiacon. Na most ez nem volt olyan jelentős mértékű, hogy tényleg kimondhassuk azt, hogy a lufi kipukkant. Itt inkább azt gondolom, hogy az, ami az ingatlanok árában alkuként szerepelt, az került le az irányából csökkentésre. És nagyjából a hirdetési ár max. 5%-ával szoktak számolni egy alkunál, tehát most van, úgy gondoljuk, most van egy ilyen stagnálása az áraknak. Én azt gondolom, hogyha erre az lesz a reakciója a használt ingatlan piacnak, hogy újra visszanyomjuk ezt az 5%-ot, akkor semmit sem csináltunk, de ha ez a úgymond stagnált vagy kiegyensúlyozott ár megmarad, akkor felélénkülhet a használt lakáspiac, mert a támogatások megmaradtak. Egyébként mekkora az érdeklődés a használt lakások iránt? Hát ez év augusztusáig azt gondolom, illetve teljesen bátran kijelenthetjük, hogy még jobb is volt a tranzakciószám, mint a tavalyi évben. Akkor augusztusban történt valami, hogy most a szabadságolások vagy mi miatt megcsappant az érdeklődés, illetve a támogatások, amiket a fiatalok felvehetnek, július 1-től léptek életbe. Tehát ennek van egy rögös útja. Nem annyira egyszerű a babaváró támogatást sem igénybe venni, a falusi csokkot sem olyan egyszerű igénybe venni, és nyilván ezeknek az időknek a leforgása miatt tolódott a vásárlási szándék, az megvolt, csak a tehetség az hiányzott. Csak a megvalósulás. Igen. De várhatóan azért ez előbb-utóbb beérik, tehát most már kitapasztalják, hogy mi az a menet. Ami... Igen, de még mindig vannak meglepik, tehát még mindig... Udaljon az ügyfél avval, hogy ő volt hitelminősítősen a saját bankjában, és minden megfelelt, és akkor egyszer csak jön, hogy de mégse. És akkor megyünk a másik bankba. A falusi csokkal kapcsolatban is ugye sokan nem tudják, hogy ennek a falusi csoknak az az 5+5-ös támogatásnak a lényege, hogy a második 5 milliót az felújításra, korszerűsítésre kell szánni. Na most itt a bibi, mert hogy ez előre kell finanszírozni. És ugye nem mindenki tud az 5 millión felül még 2-t felmutatni a korszerűsítésre, és akkor majd utána visszapótolni ezt a 2 milliót. Tehát igen, ezeket ki kell próbálni ahhoz, hogy tudjuk gyakorolni. Bárkány Zsoltné, köszönjük szépen, hogy mindenről beszámolt nekünk. Én is köszönöm.